Örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztút adása. Szeretettel hívom meg Önöket, hogy ma újból tanulmányozzunk és beszélgessünk a Mózes első könyvéről. A Mózes első könyvében olyan dolgokról beszélgetünk, amelyek a múltunkról, a származásunkról szólnak, és ezeknek ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, hová tartunk és mit szeretnénk tenni az életben. Sokszor feltesszük a kérdést, hogy miért van olyan sok népcsoport, miért van olyan sok közösség, miért van olyan sok nyelv. A mai alkalommal részben ezt a kérdést is szeretnénk megválaszolni. A mai beszélgetésnek a címe a népek és Bábel. Az alapige a Mózes első könyve 11. fejezet 9. versében így hangzik: ezért nevezték annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket az Úr az egész földnek színére. Ha kíváncsiak a mai beszélgetésre, kérem tartsanak velünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Lukács Edmond lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves tévénézőket. Ugyanolyan szeretettel köszöntöm Jankó Benyelmi lelkipásztort, Isten hozott nálunk, köszönöm, hogy újból itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek én is, és Isten áldását kívánom a nézők számára. Egy kihívás ez a beszélgetés, hiszen olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek elmondják, hogy miért is van annyi népcsoport, miért is van annyi nyelv, és milyen is volt valamikor az emberi magatartás újból és újból a bűneset után, miután a Jóisten többször próbálkozott azzal, hogy a rosszat eltávolítsa az emberek életéből. Egy héttel ezelőtt az özönvíz kérdésével foglalkoztunk, és befejeztük azt a témakört, hogyan is folytatódott tovább Noénak az élete, az ő családjának az élete. Egy néhány gondolatba, hogyha összegeznénk az elmúlt beszélgetésnek a gondolatait, hiszen ez egy kiinduló pont a mai téma alkalmával. Hát személyesen elképzelve azt, hogy hogyan lehetett, azt látom, hogy nem volt könnyű. Hát minden újraindul, minden nullától indul, meg vagyok győződve, hogy voltak olyan dolgok, amihez kötődtek, de ugye most itt van 8 ember, 4 pár, aki az emberi család, az emberi fajt újra kell indítsák. Ez azt jelenti, hogy megint ültetni, szántani, stb. Minden munka, ami a túléléshez, vagy az megélhetőséggel kapcsolatos, azt meg kellett tenni. Ezért is képzelem, hogy nem volt könnyű. De újra kezdték, és voltak bizonyos változások is, amiről beszámol a Biblia, és a leckénk is említi ezeket táplálkozással, meg ehhez hasonló dolgokkal kapcsolatban. Viszont Isten adott nekik erőt, adott nekik lehetőséget, sőt ez a változtatás is azt mutatja, hogy Isten rugalmas, Isten hajlandó változtatni bizonyos dolgokon akkor, amikor a helyzet megkéri, azért, hogy az ember javára, vagy jobban mondva az ember túlélésére odafigyeljen és ebben segítsen. Csak néhány igében a 9. fejezetből leírja azt, hogy miután áldozatot hozott Noé, utána megáldotta a Isten a Noé fiait, ami az élet továbbvitelét jelenti. A 3. versben beszél, amiről Edmond is említést tett, hogy Isten megengedte a húsnak a fogyasztását. Utána Isten egy szövetséget köt ezzel a néppel, hogy többet özönvíz által nem pusztítja el a földet. Valamint a 18. vers beszámol arról is, hogy melyik ez a 3 nagy népcsoport, honnan indul a földnek a benépesítése, igazából a Noé fia és Sém, Kám és a Jáfet. És azt mondja az íge, így fejeződik be, hogy ezektől népesedett be a föld. Hát röviden. Isten szövetséget kötött Noéval és a családjával, gyakorlatilag az emberekkel. Miért volt ez fontos? Miért nem volt elég egy szóbeli ígéret? Miért kellett szövetség legyen áldozatbemutatással és egy jellel az égen, amit a Jóisten adott emlékeztetőül,
hogy mindenki tudja, hogy szövetségben él ezután Isten az emberrel, és az ember is választhatja ezt a szövetséget? Hát az egyik tényező, amit el tudok képzelni, az, hogy az ember hajlamos és nagyon könnyen felejt. Ezért is Isten választ olyan elemeket, mint amit említettél, ugye szivárvány vagy szövetség elemei, áldozat, oltár, stb., hogy az ember megjegyezze és hatással legyen az emberre az, hogy Isten mit akar és mit ajánl fel. Mert a szó, ha bár az Isten szava, az biztos, bizonyos és fontos, a szövetség nyilván azt is jelenti, hogy az ember részéről is kell legyen egy ígéret, egy beavatkozás, egy közreműködés, és ilyen szempontból tartom fontosnak azt, amit Isten kezdeményez ezáltal, hogy az ember is fogja fel, hogy itt miről van szó, mi történik, mi az, amit neki felajánlanak, és ez mivel jár. Tehát nem annyira az Isten szemszögéből fontos a szövetség, ha bár látjuk azt, hogy ő nagyon hűségesen végig mellett áll, hanem az ember tudatosítása szempontjából. Ami még érdekes itt, és aláhúzom, egyetértek Edmonddal, hogy valóban, hogy ne féljenek. És sőt, hozzáteszi a Pátriárkák és Proféták című könyv, hogy majd nemzedékről nemzedékre, amikor az égen megjelenik ez a jel, akkor mondjátok el, és ismételjétek el, és emlékeztessétek a ti fiaitokat mindarra, ami ott akkor történt. A másik érdekes párhuzam, hogy itt a szövetség szó hétszer van megismételve, ami utal ugye a teremtés történettel párhuzamba megy, és ott is a jel maga szombat volt, azt mondja, hogy megtartsátok, jelül adtam nektek az én szombatjaimat, hogy én vagyok az, aki megszentellek titeket. Hát itt is a jel maga a szivárvány, hogy Isten az emberek nyelvén beszél, sőt, a jelenések könyvében is megjelenik az Isten trónja körül ez a szivárvány, ami nem más jelent, mint az irgalmas, bűnbánó jellem tulajdonságát az Istennek. Mind a kettő egyetemes volt, egyetemesen kiterjed, a szombat is, meg a szivárvány is az egész világra vonatkozik érdekességből. Nagyon jó érzés azt tudni, hogy Isten biztosította az embereket az ő szeretetéről, és ez a félelem, hogy víz által hogy elpusztulhat a világ, ez többé nem áll fent. Sőt, azt gondolom, hogy a szivárvány által a Jóisten nem csak ezt fejezte ki, hanem az élet lehetőségét, és úgy, ahogy mindig, minden időben volt minden generációnak egy emlékeztető, arra vonatkozólag, hogy a Jóisten közöttünk van, jelen van, például az özönvíz előtt az édenkert jelenléte az emberek között, tehát ez egy erőteljes bizonyítéka volt annak, sőt az édenkert bejáratánál, ahogy Ellen White is ezt írja ide a Bibliában, ezt annál inkább hangsúlyozva találjuk, ott voltak az angyalok, akik őrizték a belépést, és nem lehetett oda bemenni. Ez egy folytonos jelzése volt annak, hogy a Jóisten létezik, jelen van. Aztán az özönvíz után a szivárvány által, de az Istennek jelenléte, ha bár ugyanolyan erőteljesen van jelen és tapasztalható közöttünk, mégis az ember bűnössége miatt egyre kevésbé él az ember ennek a lehetőségével. A szivárvánnyal kapcsolatosan elmondanám azt, hogy nagyon szomorú, hogy a mai társadalomban látható ez a szimbólum, ez a jelkép egy olyan motívumként, ami nem egyezik meg Isten akaratával. Az LGBTQ szervezet az, ami felvállalta, vagy magának elsajátította ezt a zászlót, vagy ezt a jelképet, a szivárvány, hogy ez szimbolizálja az ők hajlamukat és irányzatukat. Talán ugye elég furcsa ez a kiválasztás, mert egyrészt nyilván jelenti azt, hogy Isten kegyelmes, megbocsátó, és nem akarja elpusztítani az embert, amiről beszéltünk, és amiről beszél a Biblia, de ugyanakkor Istenről azt is megtudjuk, hogy ő nem hág át olyan elveket, amit saját maga teremtés által
meghozott és megállapított. Tehát ezért elég nem szép az, hogy felhasználnak egy bibliai elemet másképpen, mint ahogy a bibliai keret ezt megengedi. A szivárványról beszélek. Említettétek azt is, és az íge is írja, hogy az Úr megengedte az állatok húsának fogyasztását. Miért tehette ezt meg az Úr, hiszen addig ezzel nem találkozunk az ígében, és mit lehetett fogyasztani, illetve más helyeken az ígében olvasunk-e még erről gondolatokat? Az első ok, amiért Isten megengedhette, az valószínű azért, mert ugye a növényi étrendet rendelte táplálékul, viszont ott akkor ki volt pusztulva, és ezért Isten, mivel nem volt ez elérhető, megengedi bizonyos állatoknak a fogyasztását, és itt három kikötést is szeretnék megemlíteni. Az egyik, a 9. fejezet 3. vers azt mondja, hogy minden mozgó állat, amely él. Itt a hangsúlyt sokan a mindenre helyezik, miközben a Biblia itt arra helyezi, hogy az, ami mozog. Tehát nem lehetett, hogy egy állat megölt egy másikat, és akkor jött az ember, és a megölt állatot elfogyasztotta. Tehát élő állat kellett legyen. A 4. vers azt mondja, hogy csak húst és a vért nem adta táplálékul. És azon kívül a Mózes 3. könyvének a 11. fejezete beszél arról, hogy mi volt alkalmas emberi a fogyasztásra, és mi nem alkalmas. És pedig különbséget tesz a tiszta és tisztátalan állatok között, ezt pedig tudjuk nagyon jól a Noé történetéből, hogy Noé tudta, hiszen akkor, amikor az állatok jöttek a bárkába, és Isten vezette őket, akkor különbség volt azoknak száma között, hogy tiszta vagy tisztátalan volt. Hát a tiszta állatok egy részéből 7 mehetett be a bárkába. Volt is akkor, amiből áldozatot bemutatni, és amit úgymond el is fogyasztani addig, ameddig az első év úgy képzelem eltelt, és ameddig a föld meghozta az ő termését, az ő gyümölcsét. Viszont amit még itt meg szeretnék említeni, ez egy kicsit változtat, az ember és az állat közötti viszonyon is. Hiszen Isten itt a második versben azt mondja, hogy és féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja. Hát valószínű, hogy ez is hozzájárult, hogy az ember elkezdte az állatot fogyasztani, hogy ez a félelem kialakult, és ez a rettegés. A tanulmányunknak a címe a népek és Bábel. Miért fontos ez a történet az ígében? Miért kellett belekerüljön véleményetek szerint a Szentírásba? Hát egyrészt fontos, mert megmagyarázza azt, hogy miért van annyi nép, miért van annyi nyelv, ágazat és így tovább. De habár nem mindenki fogadja el ezt a bibliai magyarázatot, történetet, de szerintem nagyon logikus és helyén való. Fontos tudni azt, hogy mi van ennek a hátterében is, ugye ne csak azt látni, hogy hát egyből megjelent sok nyelv, hanem a hátterében van egy probléma, amit Isten látott, és amit ezáltal ki akart javítani, azért, hogy az embert visszavezesse arra az útra, ami az akarata szerinti út. Ugyanis a probléma az, hogy ők együtt akartak maradni, dacoltak Isten ellen, nevet akartak szerezni maguknak, és ezért avatkozik be Isten. Egy olyan módon, hogy szinte kényszerítve voltak betölteni az egész földet. Úgy tűnik, hogy a Jóistennek a próbálkozása, hogy kiírtsa a gonoszt, és lehetőséget adjon arra, hogy az emberek a szépet, a jót válasszák, és azt szerint éljenek, folyamatosan kudarcba fullad, tehát nem tud mit kezdeni a Jóisten az emberrel. Az özönvíz alkalmával megpróbálja megtisztítani a bűntől a földet. Aztán a bábeli eset megint azt mutatja, hogy újból közbe kell lépjen a Jóisten. Megéri-e az Úrnak mindig ezt a megtisztító munkát elvégezni? Érdemes-e, ha úgy sem állítható meg? Miért cselekszik így a Jóisten folyamatosan? Hát az a legjobb az lenne, ha tőle tudnánk ezt megkérdezni. Ő tudja, hogy miért érdemes.
ő éli át ezeket a kudarcokat, amiről beszéltél, viszont hogyha a Biblia történelmét úgy átnézzük, akkor rájövünk arra, hogy Bábel után még rengeteg ilyen kudarc volt Isten és az ő népe között. De a bibliai történelem úgy fejeződik be, hogy mégis van egy maradék, és mindig is volt egy maradék, egy olyan vonal, amely követte az Isten akaratát, és alárendelte magát az Isten akaratának, és a Jelenések könyve elmondja, hogy igen, ezek azok, akik hűségesek van, akik megtartották a hitet, akik megtartották az Isten parancsolatait, és úgy gondolom, hogy Istennek a válasza, ugye a kinyilatkoztatott ige által ez, hogy igen, azokért, akik hűségesek maradnak, azokért megéri. Ami a bábeli esetet illeti, végül a Jóistennek akarata beteljesedett az emberek életében, vagy igazából az teljesedett be, amit az emberek akartak? Egyrészt azt olvassuk, hogy Isten kiadta, hogy töltsék be az egész földet, és a 11. fejezet 9. verse elmondja nekünk azt, hogy elszélezti az egész föld színére ezeket a népeket. Tehát az Isten terve valahol teljesedik, ha a nagy küzdelem oldaláról tekintjük az egészet. És az előző kérdéshez még hozzászólva, ezek bizonyos kudarcok is, de ugyanakkor Isten nem is akarja, nem is teheti meg, hogy végérvényesen most eltörölje a rosszat, hiszen kell engedje azt, hogy kifejlődjön a nagy küzdelem, és akár az elbukott, meg a nem bukott, az el nem bukott lények is meglássák azt, hogy mi a kettő közötti különbség is, és dönteni tudjanak. Azt mondja Jézus Krisztus is, hogy ne álljatok ellen a gonosznak. Lesz egy pont, amikor Isten véglegesen elpusztítja, és majd teljesedik az ő terve, de magát a megváltás tervet figyelve tudjuk biztosra, hogy az Isten terve teljesülni fog. A bábeli eset előtt még egy néhány percig időzzünk Noénál és családjánál. Hány évig élt még Noé az özönvíz után, és hogyan alakult a családi élete, milyen eseményt jegyez fel a Szentírás Noéval kapcsolatosan? Hát a lecke feljegyzi azt, hogy volt egy nagyobb gond, ugye gondolom, hogy lehetett több kihívás vagy nehézség. A Noé egyik fiával, ugye Hámról van szó, aki meglátta az ő apjának a mezítelenségét, rúdságát, és a lecke megjegyzi azt, és érdekes ez a gondolat, hogy azért Noé annak ellenére, hogy kiválasztott volt, és Isten általa akarta tovább éltetni az emberi családot, mégis egy gyarló ember volt. Ugye, mert engedett az emberi kívánságnak, és annak ellenére, hogy Istennel beszélgetett, közvetlen kapcsolata volt, mégis a gyarlósága miatt azt látjuk, hogy ugye megrészegedik, ami nem Isten akarata, Isten nem ezt képzelte el az embernek, de ez történik meg Noéval, és látjuk azt, hogy ebből kiindulva, miután persze részegsége ideje alatt ugye levetközik a ruháitól, akkor Hám, a fia meglátja őt, és a lecke részletez is szépen körülírja azt, hogy itt nem arról volt szó, hogy csak úgy véletlenül rátekintett, vagy arra járt, és a szemei ráakadtak, hanem látta, nézte, elcsodálkozott, és másoknak is elmondta, beszélt erről, és téves úton haladt ez az egész helyzet. Éppen ezért látjuk azt, hogy a testvérei már másképp reagálnak. Testvérek jönnek, az első dolog, amit tesznek, azt, hogy letakarják őt, az apjukat, ugye, hogy eltakarják ezt a mezítelenséget. Ez a jelenet után azt látjuk, hogy Noé átkot mond Hám fiaira, és Kánaán jövője tulajdonképpen az, aminek szenvednie kell, és ami elhordja ezt az átkot, és ebből azt látjuk, hogy
nagyon negatív és rossz szövődmények és eredmények lesznek tulajdonképpen. Hogyha megvizsgáljuk a Noé tapasztalatát és Ádám tapasztalatát, a bűnbeesés tapasztalatát ezzel a helyzettel, a tanulmányunk megemlít egy némi hasonlóságot, melyek lennének ezek? A közös motivum a két történetben az, hogy úgy, mint Éva, Noé is a gyümölcsből fogyasztott, aminek a következménye az lett, hogy mezítelenekké váltak. Utána szükség volt, hogy betakarják őket, betakarva legyenek, és ez pedig utána a történetben mindkét helyen hoz úgy áldást vagy átkot. Ha visszatérünk arra a gondolatra, hogy Noé megátkozza most végül is akkor a fiát, Hámot átkozta meg, vagy azt a nemzetséget, milyen eredményt hozott az annak a nemzetségnek az életébe, és hogyha visszatekintünk mi most már a történelemre, akkor mit tudunk elmondani ennek az átoknak a kapcsán, a folytán, milyen helyzet alakult ki Isten népe életében? A probléma az, és ez egy teológiai hiba is, meg bűn, hogy nagyon sokan itt próbálják igazolni azt, hogy Isten amúgy is a feketéket elátkozta, vagy Noé elátkozta a feketéket. Ez nem erről szól itt a Biblia. Előzőleg már azt látjuk, hogy 9. fejezet 18. versében, amikor megemlíti Noénak a fiait, akkor már elkezdi hozzátenni azt Hám után, hogy a Kanaán apja. Ezt előre vetíti, hogy erre felfigyeljen a Biblia olvasója. Ugyanis Hámnak volt 4 fia, Kús, Micraim, Put és Kanaán, de amikor a 9. fejezet 25. verse beszél az átokról, akkor azt mondja, hogy átkozott legyen nem mind a 4, hanem az egyik, Kanaán. És hát itt két lehetőségre gondolhatunk. Az egyik az, hogy meg lehet, hogy előzőleg nem is Kám látta meg, hanem a fia Kanaán. Elképzelhető, hogy a Noé unokája látta meg először, ezt Origenész alá is támasztja. Vagy a másik az, hogy ez az átok, ez nem is egy ilyen ellenséges érzület, hogy azért, mert ez megtörtént, akkor meg akarta átkozni az ő gyermekét, hanem egyszerűen ez egy jövendőlés és egy profécia is. És én emellett állok ki, mert Ellen White erről beszél a Pátriárkák és Proféták című könyvben. Azt mondja, hogy Noé profétálása nem volt a harag vagy a kedvező ígéret önkényes meghirdetése. Nem is határozta meg fiai jellemét és sorsát, de megmutatta, mi lesz a következmény annak az életútnak, amit külön-külön választottak, és a jellemnek, amit kialakítottak. Tehát a fiában teljesedett ez az átok igazából azért, mert tovább vitte. Olyan volt, mint az apja. És hát a Bibliában hogy következett be? Szolgájává kellett váljon Sémnek, és történelemből még azt is tudjuk, hogy Sém volt az egyetlen fiú, aki Jahve nevét tovább viszi és imádója a Jahvénak, tőle származik a megváltó. Jáfetre pedig azt mondja, hogy lakozik a Sém sátraiban. Ezt tudjuk később, hogy nagyon sok területet vett el a sémitáktól a jafetiták, az indo-európai népek. Az egyik az, hogy már a Bibliát is görög nyelven utána olvashatjuk, és jelenik meg a római, a jafetita, a római nép igázza le a sémita népet, de végül is ez mind áldás, hiszen ez, hogy kiterjeszti az ő sátorát, vagy ott lakozik az ő sátorában, ez arról is beszél, hogy az evangélium áldásában részesül így minden nép. Ez egy nagyon jó bizonyíték arra nézve, hogy a Jóisten minden népnek felajánlja az üdvösség lehetőségét, de ugyanakkor egészen Jézus Krisztusig úgy döntött az ő bölcsességében, hogy kiválaszt nemzetségeket, kiválaszt embereket arra, hogy
az ő nevét megdicsőítsék és bemutassák. A Mózes első könyvének egyik fontos részlete a nemzetségi táblázat, vagy nemzetségi táblázatok. Itt is találkozunk a bábeli eset előtt egy nemzetségi táblázattal. Miért fontosak ezek a nemzetségi táblázatok? Ugye megjelenik a előbbi is, aztán az Úr Jézus Krisztus születésénél is, és időnként a Szent Ige rátér ezekre a táblázatokra. Hát a leckénk említ három szerepet a nemzetségi táblázattal kapcsolatosan, és felsorolnám ezeket. Elsősorban a táblázatok, a nemzetségi táblázatok hangsúlyozzák a történelmi hitelességet. Tehát, hogy volt egy bizonyos történelem, amit ezek a generációk képeztek és követtek. Második sorban ugye a folyamatosságot, hogy milyen sorban történtek ezek az események, tehát egy bizonyos kronológiát vezet a nemzetségi táblázat, és nem utolsó sorban, ami tanulság is tulajdonképpen, és az kellene legyen a mi számunkra, az emberi gyarlóság és az, ahogy a bűn nemzedékről nemzedékre átment, ugye egyik generációtól a másikig, sok esetben még súlyosabb volt, és ez kötődik ugye ahhoz is, amit Benjamin elmondott az előbb, hogy ugye egyik, tehát ugye Hám tévedett, és mégis látjuk azt, hogy ez a tévedés nem lett, vagy ez a hajlam nem lett kijavítva a fiakban, mert hogyha meg lett volna, akkor az átok más méreteket, vagy más irányt vett volna a Kanaán életére gondolva. A bábeli esettel kapcsolatosan a következőket olvassuk a Mózes első könyve 11. fejezet első versétől. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala, és lőn, mikor kelet felől elindultak vala Sineár földén, egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, ijjertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nekik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. Mi volt a törekvése az embereknek itt ebben a történetben, mindannak ellenére, hogy a Jóistennek más volt az akarata, amit már elmondtunk, hogy töltsék be a földet, népesítsék be, azt szélegyenek szét. Hát ezzel látjuk a gyülekezésük indítékát, azt mondja itt, hogy tornyot, amely felír az égig. Tehát ők a teremtő helyére vágyakoztak. A torony még arról is beszél, első ízben, hogy szerették volna elkerülni, vagyis nem hittek abban, hogy Isten nem pusztítja még egyszer víz által a földet, tehát ezt szerették volna elkerülni. Ugyanakkor beszél a becsvágyról, a dicsőségről, ami le is van írva a Pátriárkás Proféták című könyvben, hogy majd mindenki eljön is, és az annak az építőit dicsőíteni fogja. Maga ez, hogy vessünk és építsünk, nagyon egybehangzik azzal, amit Isten mond ki, és csak ő mondhat, hogy teremtsünk, és szerezzünk magunknak nevet, állították tovább, ugyancsak szembe megy az Isten tervével, mert egyedül Isten alkalmas arra, hogy valakinek nevet szerezzen. Ez az eset arról beszél, hogy egy nyelvet beszéltek, és ebből adódóan közösen jobban, erőteljesebben tudtak Isten ellen fordulni, és egy olyan tervet megvalósítani, ami nem egyezett meg a Jóisten akaratával. Ma meg egy olyan világban élünk, ahol a globalizáció, az egyesülni kívánkozó világ egyre erőteljesebb lesz, nem csak nyelvileg, hanem hát mondjuk gazdaságilag lehet egy kis túlzás, amit itt most mondok, főleg a világ mai helyzetében, de erre van egy törekvés, hogy egy fő gazdasági vonal legyen, mindenki ahhoz igazodjon be. Mi a bűn, mi a tévedés, ez az egység, vagy van valami a háttérben, ami tönkreteszi ezt az egységet, mert valójában nem az egységgel, ezzel a fajta egységgel van baj, hanem a motivációval. Tehát nem azzal, hogy egy nyelvet beszéljen mindenki, vagy egy közös terve legyen, hanem azzal, amiért akarnak valamit megvalósítani közösen.
Véleményem szerint azzal nincsen, nem is volt semmi rossz, hogy egy nyelvet beszéltek, még az sem, hogy volt kapcsolat és egységre való törekvés közöttük, és érvelnék azzal, hogy ugye a Biblia beszél az egységről, az egység jó, az összefogás jó. Ugyanakkor hiszem azt, hogy az új földön, mennyországban visszatérünk erre. Tehát a jelenések könyve is beszél, és Ellen White írása is megerősítik ezt a gondolatot, hogy ez a nyelvek felosztása majd visszatér, vagyis egy nyelv lesz az új földön. Most nem itt annak a helye, hogy eldöntsük azt, hogy melyik, viszont elmondanám azt, hogy tulajdonképpen a motiváció volt a probléma, ami a háttérben volt. És ez ahogy Benjamin elmondta, ez volt az indíték, ez a helytelen indíték, hogy Isten ellen itt kezdődött, és a másik ugye az, hogy átvegyék Istennek helyét, tudjuk, hogy a Biblia még említ egy ilyen utalást, egy angyalról, és ugyanakkor a névszerzés, tehát, és ez azt bizonyítja, és sokszor megismétlődik a Bibliában az, hogy ha egy jó célt követünk, de rossz az indíték, vagy rossz a módja, az eszköz, ami által ezt meg akarjuk valósítani, akkor Istennek ez nincs kedve szerint, nincs akarata szerint. Ezért nagyon fontos, hogy mindig a motivációnk tiszta legyen, és itt csak az Isten és az ő jó lelke tud segíteni, hogy őszintén és jó tőle származó motivációval tudjuk keresni és követni az ő akaratát. Tudnánk esetleg példákat mondani arra, hogy ma az ember hogyan megy szembe a Jóisten akaratával? El lehet nem gyűl össze a föld népessége egy nyelvet beszélve Bábel tornyot építeni ma, de melyek azok a kisebb Bábel tornyok, amelyeket megépített az ember önmaga dicsőítésére és az Isten akaratától való elfordulásra bizonyítékaként? Hát ez az első alkalom, amikor az ember az egységre törekszik, és bemutatja, hogy mi volt az indíték, és ez mindig ahhoz vezetett, hogy nem tolerálja a másikat. Most a történelemben nagyon sok ilyen egységtörekvés volt. Bibliában, a Dániel könyvében például ott van Nabukodonozor, aki ugyanezt el szerette volna érni. Hogyha figyeljük a világháborúkat, mindig volt mögött egy ilyen cél. Politikai téren figyelhetjük az Európai Unió egy példa, vagy afrikai szövetségek, NATO, egységtörekvés, vallási síkon úgy szintén az ökumenizmus. Tehát mindig van az embernek egy ilyen törekvése, mert azt hiszi, hogy az egységben van az erő. Csak hogy itt lemond mindenki egy kicsit az igazságról, hogy egyesüljünk. Isten ezt nem engedi meg. Miért kell fontos legyen az ember számára Istennek akarata e földi létben, a mennyei létben, az örökké valóságban? Miért fontos az, hogy Isten akarata szerint éljünk? Én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre, hogy választ találjunk, először meg kell értsük azt, hogy mi kik vagyunk, és milyen tekintélyünk van ebben az életben. Elsősorban mi Isten teremtményei vagyunk. Ugye nem a teremtők, nem a kis főnökök vagy urak, hanem mi teremtmények. Tehát alá vagyunk rendelve az Istennek. Ennél tovább ugye meg kell azt is érteni, hogy mi a legjobban akkor működünk élünk és élvezzük ezt az életet, hogyha ezt Isten akarata szerint tesszük. Tehát Isten akaratához igazodni nem azt jelenti, hogy most le kell mondjak az én apró kis örömeimre, hanem azt, hogy megkapom Istentől azt a nagyobb áldást és nagyobb örömöt, amit ő tervezett el. Persze ez azzal is jár, hogy az én bűnös hajlamommal, énemmel kell küzdjek, és ez nem könnyű, ez ugye gyűrödéssel és nehézséggel és fájdalommal jár, de ugyanakkor azt, mint
racionális lény, el kell fogadjam, hogy Isten egy nagyobb örömöt, jobb életet tud adni, hogyha követem az ő akaratát, mint alárendelt teremtménye. A történetet, ha tovább olvassuk, akkor a következőt tudjuk meg a 6. verstől, és mondta az Úr, íme e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezte őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezi annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezte el őket az Úr az egész földnek színére. Hogyan állította meg a Jóisten ezt a cselekedetét az akkori embereknek, ezt a lázadást, és miért is nevezhetjük lázadásnak, és miért állította meg a Jóisten végeredményben? Amikor Isten itt azt mondja, hogy nózza szájunk alá, ironikus, mert Istennek nem kellett volna alászállni, mert ő tudta és látta fentről, hogy mi történik. És még egy dolog, és ez így fog történni a történelem végén is, hogy mielőtt elkészült volna a torony, Isten közbeavatkozott. Tehát ezt az egységet az emberek nem fogják tudni létrehozni, mert előtte Isten már közbeavatkozik, úgy, hogy leszállt, és összezavarta a nyelveket, és végül nem értve egymást szétszélettek. Tetszett az a gondolat, vagy tetszik az a gondolat az ígéből, amit még az előbbi szakaszban olvastunk fel, hogy az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. Tehát a Jóisten ellenőrzése alá tartozik minden ezen a földön, a világ mindenségben. Semmi sem történik anélkül, hogy ő ne tudna róla. Vagy előbb vagy utóbb ne avatkozna bele. Hiszen azt mondja, hogy az Úr pedig leszáll, hogy lássa a várost. Tehát ő látja az emberek életét, látja mi életünket. Többet lát, mint amit mi egymásról látunk, látja mi indítékainkat. És éppen ez a bizonyíték annak, hogy ő ismer a legjobban bennünket, és az, amit tervez, az, amit áldásként mond, az kéne legyen a mi életünkben a mérvadó. Most itt azt látjuk, hogy Istennek az volt a terve, hogy Noé utódai betöltsék az egész földet. Ez ellen ők fellázadtak, és nem csak ez ellen, de ez is egy részletkérdése volt. De végül a nyelvek összezavarásával a Jóisten akarata mégis beteljesedett, és mégis az emberek szétszélettek a földön. Akkor a kérdés az, hogy történjen bármi is világunkban, úgyis a Jóisten akarata teljesül be, dönthet bárhogy az ember, úgyis a Jóisten akarata megy végbe, és bontsuk le ezt a választ a két dimenzióra, ugye az emberi család szintjén és a személyes ember életének szintjére. Közösségi szinten határozottan igen. Főleg, hogyha ilyen még nagyobb szinten gondolkozunk, tehát világtörténelem szempontjából, határozottan az fog történni, amit az Isten akar. Mert Isten uralja, ahogy Benjamin is elmondta, ő vezeti a történelmet, ő van fölötte. És ez a tény, amiről beszélünk, hogy ő leszállt, hogy megnézze, ez csak azt fejezi ki, hogy ő mindig ott van, ő mindig látja, és emlékeztet bennünket, hogy ott vagyok. Egyéni szinten viszont Isten mindig tiszteletben tartotta, és tiszteletben fogja tartani az ember döntését és szabad akaratát. És ebből azt értjük meg, hogyha az ember Isten akaratát el akarja utasítani, beszélek itt a személyes szintről, akkor Isten tisztelni fogja ezt a döntést, és nem fogja erőltetni az embert egy olyan valamire, amit ő nem akar, az ember. Ezért különbség van a két szint között, a történelmet, vagy az ember csoportok, az emberi család jövőjét és kimenetelét, igen, Isten határozza meg, de egyénileg el lehet dönteni azt, hogy melyik oldalon vagyok én. Az Isten mellett, vagy az Isten ellen, és tudjuk, hogy a kettőnek mi az eredménye nyilván. Vannak-e esetleg más olyan kijelentéseink az ígében, amelyek azt mondják el,
hogy a Jóistennek akarata véghez megy, és az, amit az ember eltervez, a rosszasságban, a gonoszságban egyesülni, az nem sikerül? Egyértelműen, hogy a Dániel könyvében, ahol Nabukodonozor fel akarta építeni ezt az egységes birodalmat, Isten ad egy álmot neki, a második fejezet leírja, és ez az álom arról szól, hogy jönnek, és hogyan következnek be a birodalmak, a Babilon korszak, a Médo-Perzsia, a Görögország, Róma, majd a felbomlott római birodalom, ahol az állókép szerint azt mondja, hogy ennek az állóképnek a lábfeje vasból és cseréből tevődik össze, és ezek nem tudnak egyesülni. Akár Európa nemzeteiről legyen szó, amelyek igencsak törékenyé váltak a népvándorlás idején, vagy az egyház és az állam keveredését, ha jelenti, nem keveredhetik. Nincs többé egy egységes, egy erős birodalom, úgy, ahogy ezt ez az állókép is elmondja. Az ige még beszámol egy vallásos törekvésről is. A Dániel könyve 8. fejezet 9.-10. verseiben, 11. versében olvasunk erről, és azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé, és megnöve mind az ég seregéig és a földre vette némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá, és a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye. És seregrendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Milyen vallásos törekvésről van itt szó, ami úgy szintén Isten ellen törekszik, Isten helyére törekszik, mintha Luciferről olvasnánk igéket, aki Isten helyére és Isten tekintélyére törekedett? Hát ugyanerről ugye csak a Dániel könyvében olvasunk, hogy lesz majd egy hatalom, amely felveszi a bátorságot arra, hogy megváltoztassa az Isten törvényét, az időket, és ugye tévénézők, akik rendszeresen követik az adásokat, jól tudják, több adás is volt arról, hogy úgy a Dániel, mint a Jelenések könyvének a tulajdonságait és a részleteit elemezve be tudjuk azonosítani, hogy itt ez a hatalom tulajdonképpen a történelmi katolikus egyház, amely felvállalja mai napig azt, hogy megváltoztatja a 10 parancsolatot, az Isten parancsolatát, a hódolat, az imádat napját, idejét, és ebben nincs semmi titok, vagy nincs semmi elrejtett tény. És a Jelenések könyvéből még azt is tudjuk, hogy ez a vallásos erőfeszítés az utolsó időben egységre gyűjti össze a népeket, a birodalmakat, és lesz egy ugyanilyen próbálkozás, mint amilyenről a leckénk beszél a Bábelnél, hogy az Isten ellen próbálkoznak hadakozni, ellenkezni, és mindent beleadnak ebbe a próbálkozásban. És ez még úgy teljesedett, amit olvastál, hogy elvette tőle a mindennapi áldozatot, hogy felépített egy papi hierarchiát, amivel rá erőszakolja az emberekre, hogy ők a közben járók, és nem az Úr Jézus Krisztus, hogy cselekedetekből üdvözül az ember, és nem hitáltal, és felépíti a gyónásnak a szertartását is, amivel ő gyakorolja a bűn megbocsátást, amit egyedül csak Jézus tehet meg. Most a záró szakaszban hadd beszéljünk arról a gondolatról is, hogy mit jelent a gondviselés, az isteni gondviselés. Mert azt látjuk, hogy Isten megoldást talál a leromlott helyzetben is. És a Bábel-torny esete is azt bizonyítja, hogy Isten úgyis véghez viszi történelmi szempontból a megváltás munkáját, az ő akaratát az emberek életében. Mit jelent a gondviselés szónak a kifejezése a keresztény ember életére nézve, és a világunk történelmére nézve is Isten akarata kifejezése szempontjából? Tehát maga a szó, hogy gondviselés, ugye az, hogy Isten gondot visel, vagy Isten ott van, és nem csak, hogy ott van, hanem van gondja
arra problémára, van megoldás arra problémára, amivel az ember küzd. Úgy, ahogy nagyon szépen az evangéliumokban ez kitűnik, Isten már ott van a holnapi napban. Ugye ezért mondja Jézus Krisztus, hogy nekünk nem kell aggódnunk, nem kell ez gondot okozzon nekünk, mert Isten ott van már a holnapin, a jövőben, ő tudja, ő vezeti ezt az egészet, sőt, ő tudja azt is, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen hiányaink vannak, milyen szükségleteink vannak, és ő mindig biztosítja ezeket, és van egy nagyon szép ígéret, amit szerintem nagyon sok keresztény ember tud, az, hogy az utolsó időben, amikor tudjuk, hogy viszontagságos, nehéz idők lesznek, azt mondja az ige, hogy az Isten népének, az Isten félőknek nem fog hiányozni a víz és a kenyér, ami elégséges ahhoz, hogy az ember túlélje ezeket a nehéz időket. Tehát Isten mindig felajánl lehetőséget és megoldást, bármilyen problémával küzdene az ember. Emellett nekünk azt hiszem, hogy van még egy nagyobb gondunk, a bűn problémája, hogy ebből nem tudtunk volna szabadulni, hogyha Isten nem viselt volna gondot, és ott az Úr Jézus Krisztust, akiben és aki által megszabadulhatunk ettől a problémától is. Nagyon szép ez a gondolat, hogy bármennyire is elrontanánk az életünket, a Jóisten az ő gondviselése által helyre tudja állítani, ki tudja javítani, és úgy, ahogy Ádám bizonyos értelemben számüzetése az Édenből javára vált, úgy, ahogy az özönvíz esete az emberi család életére javált, úgy a Babilon, a bábeli eset is az emberi család javára vált végeredményben, mert Isten minden rosszat jóra tud fordítani. Egy utolsó kérdés, mi volt és mi maradt az ember mindenkori bűne? A bábeli eset ezt nagyon jól kihangsúlyozza, de gyakorlatilag minden időben ez minden lázadásnak az oka. Melyik lenne ez? Jelenések könyvéből is tudjuk, hogy az imádott problémája. Sátán Isten fölé akarta helyezni az ő székét, arra tanította Évát is, hogy legyél olyan, mint Isten. Pál apostol is utal erre, hogy van ez a hatalom, ami maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Tehát mindig ez volt, és az érdekes az, hogy ez a hatalom is azt tanítja, hogy Istent imád, de Istent imádni azt jelenti, hogy tudni, ki ő, és hogy mi az ő akarata, hogyan, mikor, és így tovább. Még hozzáfűzném ahhoz, amit Benjamin mondott, azt a gondolatot, hogy Isten úgy teremtett minket, és nekünk tudni kell azt, hogy Istentől függ a mi életünk. Ő tartja fent az életet. Ezt nem tudják megmagyarázni sem tudósok, sem senki, hogy honnan ered minden erő, elkezdve ugye gravitációtól és mindent. Vannak tudományos magyarázatok, de mind oda visszavezet az egész, hogy van valami, amiből származik az egész folyamat, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy honnan. És mi keresztények, Biblia ismerők, meg tudjuk ezt válaszolni, Isten az, aki fenntartja. Sőt, a Biblia elmondja, hogy úgy a gonoszokat, mint a jó embereket is Isten tartja fent. Tehát mi tőle függünk, és ezért mondja a Biblia, és megerősíteném ezt a gondolatot, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és ő tartja fent életünket. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre. Az Úr maradjon velünk veletek. És köszönjük. Kedves nézőink, eddig tartott a mai beszélgetésünk. A bábeli esetről beszélgettünk, és arra következtetésre jutottunk, hogy az egyik legnagyobb problémája, gondja az embernek az a vágy, hogy Istentől függetlenül élni. Ez lázadást okoz, Istentől való elfordulást okoz, ez elidegenedést jelent a jó Istentől, gyakorlatilag ez az ember végét, az ember halálát jelenti. Értsük meg ezt a nagy kegyelmet és ezt a nagy áldást, hogy mi Isten által és Isten kegyelméből tudunk élni, tőle függ a mi életünk, vágyunk erre a függőségre. Ez jelenti a mi boldogságunkat, az egységet az életünkben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket egy hét múlva is a viszontlátásra.